Második hazai mérkőzésére készül az eddig még veretlen Békés Csaba 1912 előre. Csatol Sándor együttese a labdarúgó másodosztály negyedik fordulójában, az előző idényben még NB1-ben szereplő Mezőkövesd Zsóri együttesét fogadja a Kórház utcai stadionban. Balogh Zsolt operatőr kollégám nevében is köszöntöm Önöket, Hidvégi Dávidot hallják. A mérkőzést megelőzően egy gyászszünet lesz. Életének 85. évében elhunyt Komora Imre, korábbi válogatott játékos, egykori szövetségi kapitány, rá emlékeztünk. A mérkőzés megelőzően Drényavszki Miron a 8. születésnapi alkalmából végezhet el egy ünnepélyes kezdőrugást. A tavaly még első osztályban szereplő Borsodabó és Zemplén vármegyeiek mindössze 21 pontot gyűjtve az utolsó helyen estek ki az OTP Bank ligából. Az új másodosztályos szezon sem kezdődött biztatóan számukra, hiszen győzelem nélkül egy döntetlen és két vereség birtokában egyetlen bajnoki ponttal az utolsó előtti 15. pozíciót foglalják el a tabellán. Velük szemben a Békés Csaba egy győzelem és két idegen, igen értékes idegenbeli döntetlennel 5 ponttal a zsebében a táblázat 5. helyén áll jelen pillanatban. A mérkőzés játékvezetője Jakab Árpád, segítői Sünkovics Dániel, Nagy Viktor, valamint Kakuk Szabolcs, a tartalék játékvezető. A Mezőkövesd ezúttal sárga felszerelésbe lép pályára, a Békés Csaba pedig hagyományos lila mezben. Ami a csapatok kezdőit illeti, a Békés Csabánál egy változás. A Soroksár elleni 0-0-val véget érő mérkőzéshez képest ezúttal a Zádori helyén Mikló Roland a csapatban. A kaput Uram János őrzi, védelemben Kuzman Hunor, Csató Martin, Kovács Gergő. Középpályán Kőbeli Róbert, Ficián Ádám, Tóth Máté, Szabó Bálint és Kóroldi Nándor, elől pedig Cíkus Ádám. Valamint még a középpályán kapott helyet Mikló Roland, így ezúttal Kóródi lesz a második csatár. Mikló pedig a bal oldalon játszik. A vendégcsapatnál Tóth Mihály 4 helyen változtatott. Ezúttal Cibla Flórián, Csírumaz István, Cseri Tamás és Vajda Sándor is lehetőséget kapott, míg Takács Bence, Zahán Péter, Krausz Raúl és Kojnok Zsolt a kispadon foglal helyet. A kapuban ezúttal is Winter Dániel, és az említett neveken kívül még Bora György, Zvekanom Vanya, Posztobányi Patrik, Varja Zoltán, Bartusz Dániel és Bányai Péter van ott a csapatban.
Hővári rúgta rá ellenfelére a labdát. Uram, az első bajnoki mérkőzésen még nem ő kapott lehetőséget, hanem Póser Dániel. Azonban a Kozály Mistanya elleni utolsó percben kapott gólt követően kikerült a kezdőből. Ott a Békésba szerzett vezetést a hajrában, de aztán egy szabadrugásból gólt kapott az előre. Sokan azt Póser számlájára írták. Csató adta haza a labdát, aki Csató Sándor vezetőedző fia. Cseri Tamás, négyszeres válogatott labdarúgó. Egy jó centerezés, de Uram fogja. Közelről próbálkozhatott Bányai Péter. Marad a 0-0. A negyedik percben járunk. Uram. Csató. Csabaiaknál Volent Roland a nagy hiányzó, aki ezúttal nem lehet ott a csapatban. Volennek a két sárgája gyűlt ki. Kuzma. Csató. A mezőkövesd a májusi kiesést követően új vezetőedzővel a fedélzeten Tóth Mihállyal vágott neki az új idénynek. Szinte a teljes keretet megváltoztatta a kövesdi együttes. Kevesen maradtak, de a nagy rutinnal rendelkező Cseri például maradt a csapatnál. Tizenegy légiós távozott, és számtalan magyar játékos. Itt egy kövesdi lehetőség. Bányai lesz tovább Cseri Tamáshoz. Hát tesz a jobb lábára, de nem tud lőni. Bányai felé. Talán a kezére pattant, reklamálnak a csabai játékosok, de mehetett tovább. A bíró úgy látta, hogy vállal ért hozzá a játékos. Itt pedig már Cékus, akire sokan emlékezhetnek, hiszen még a legutóbbi NB2 szezonban a csabaiak alapembere volt. Nyáron tért vissza. Kővári. Kuzma. Egyelőre többet birtokolja a labdát a Békés Csaba, míg a mezőkövesd inkább kontrákból igyekszik ellentámadásokat vezetni. Kővári. Elveszíti a labdát, Cseri. Szabadrugáshoz jut a mezőkövesd a 8. percben.
Vajda Sándor végzi majd ezt a szabadrugást. Egyelőre a játékvezető középen rendezkedik. Minden mezőnyjátékos a csabaiak tér felén. Vajda beadása. Szabó tisztázott. Kóródi szerez labdát. Kővári. Újra nála. Bedobás után ismét a Békés Csaba jöhet. Mikló. Csabaiaknál kisebb sérülés miatt Hulsán György sem bevethető, ő is nyáron tért vissza. Mint ahogyan Albert István sem játszhat. Fazekas pedig továbbra sem kész még arra, hogy pályára lépjen. Jó formán az üdényt végig kihagyni kényszerült sérülés miatt. Tóth és Szabó a labda mögött. Szabó végzi el végül is ezt a szabadrugást. Nem sikerült embert találni. És a felszabadítást követően a vendégcsapat jöhet. Vendégeknél természetesen Cseri Tamás, a csapatkapitánya, a hazaiaknál pedig Vicián, a nagy visszatérő. Ő korábban játszott a DVTK-ban is az NB1-ben, itt pedig Bányai fejjel próbált cselezgetni, majd aztán rossz helyre rúgja a labdát. Itt közben össze szalad a két mezőkvesdi, valamint egy csabai játékos is lemarad a földön. Éppen Vicián Ádám volt. Cseri. Szibla Flórián. Csirmaz. Cékus nem tudott elindulni. A kényszerítő pedig rossz. Csabai bedobás. Tóth. Kövesdiről megy ki. Egész nap hatalmas forróság volt Békés Csabán, de még most sem hűlt le a levegő. Csirmasz fogja a fejét.
meccsbedobással folytatódik. Viciá. Kuzma. Szabó Bálint. Rossz a passz. Cékus mellé sikerült. Nézzük a mezőköves baloldali akcióját. Posztabányi. Csirmaz. Békésban visszaszerezte a labdát, de pontatlan a passz. Csirvaz. Vicián fejelte ki. Cseri, Csirmaz. Kóródi szerez labdát, próbálja megtartani. Posztabányival szemben. Vagy Tóth indítja a Cékust itt a bal oldalon. Három védő is vele szemben. Kóródi a labdával. Majd róla pattan ki. 4 óra játék után. Egyelőre csak a mezőkövesdiek helyzetét egyezhettük fel. De igazán veszélyes szituáció egyelőre nem alakult ki ezen a találkozón. Cseri. Egy sarok passz után újra Cserinél a labda. Itt Tóth lökött hátulról, mehet tovább a játék. Tóth, Vicián. Egyelőre sok a pontatlanság a mérkőzésen. Csató. Szabó. Kuzma. Mikló. Szabó, rossz a passz. Kirúgás. A Békés Csabának minden pontra szüksége lesz. Ez idei bajnokságban így. De a szezon elején azért sok pontot lehet gyűjteni. Utóbbi évben mindig előfordult egy-egy csapatnál, hogy a bajnokság elején jól sikerült, aztán a vége számolásnál ezek a pontok számítottak. A Békés Csaba is volt már ilyen helyzetben, még a kiesés előtti idényben. Hát 2 évvel ezelőtt már semmi. Sehogy sem tudta elkerülni a kiesést. Az NB3-ban lehetett újjáépíteni a csapatot. Csató Sándorral nyáron is sok változás történt. Bízza benne a hazaiak, hogy sikerül egy NB2-ben stabil együttest építeni. 16 csapatos bajnokságban nem lesz egyszerű, de talán már jó hír, hogy az idei bajnokságot követően nem csökken tovább a létszám. Hiszen a 20 csapatos NB2-ből 2 év alatt csinált a szövetségi 16 csapatos bajnokságot, ezzel azt remélve, hogy tovább erősödik a liga. Kuzma lépett ki a védelemből. Vicián. Baloldalt Mikló kérné. Középen Cékus és Kóródi. Mikló bal lábbal beadja át a hosszú oldalra. Kapus öklözi ki a labdát. Vagy Kuzma távolról lőhet. Nincs ebben elég erő. Mellé száll a labda a 18. percben.
0-0 továbbra is. Folyamatosan lehet hallani a mezőkövesdi tábor hangját. A csabaiak jóval többen vannak, de egyelőre nincs kórusban szurkolás szemben a vendégcsapat drukkeleivel. ...1420 szurkoló látogatott ki a stadionba. Utóbbi évekhez képest ez nagyon jó szám. És hogyha a Békés Cseba jól fog szerepelni az NB2-ben, akkor a nagyobb csapatok ellen akár 2000 néző is összejöhet. A Mezőkövesd is jelen pillanatban egy nagyobb csapatnak számít, hiszen Zsinórban 5 évet húzott le az NB1-ben. És azért ért el negyedik helyezést is 2020-21-es szezonban. Az volt a csapat eddigi történetének legjobb szereplése a bajnokságokban. Mezőkövesdi lehetőség, Kuzba kíséri ki a labdát. A mérkőzés első szöglete a 21. percben. Nagy rutinnal rendelkező Cseri végzi el a sarokrugást. Egyelőre játékvezetőnek kell bent rendet tennie. Mindenki Uram János körül, és az ötösen belül szinte. Cseri marad mindenki az ötösön belül. Érdekesen vágódott ki a labda, de mehet tovább. Kirúgással a találkozó. Végig nézünk itt a NB2-es tabellán, akkor de közben nézzük Ciblát, ahogy tovább teszi Bányai fejle a labdát, de a csabaiak kaparintják azt meg. Közben Cékus Tóthnak pontatlan szabadrugás. Szóval itt az NB2-ben hogy vannak nagy múltú csapatok, például a Vasas, a Honvéd, a Tatabánya és a Szeged, ezek ellen a csapatok ellen azért lehet egy nagyobb közönségre számítani. De itt van még a tavaly NB1-ben szereplő Kisvárd is, amely szintén érte jó eredményeket az NB1-ben. Tehát vannak azért jó csapatok. Közben ívószünet a félidő felénél, de hogyha a Békés Cseba múltját nézzük, akkor ebben a bajnokságban valahogy bent kellene ragadnia, hiszen azért vannak nála történelme alapján gyengébb együttesek, de hát majd, hogy mire mennek idén, az a ellenfelek keretétől és a Békés Cseba keretjétől is függ.
ősszel azért már tisztában lehet majd látni, hogy milyen ellenfelek vannak. A bajnokságot egyébként a Szent Lőrinc vezeti, 3 meccsből 3 győzelem, valamint a Gyirmót a második szintén 9 ponttal, ők is egyelőre 100%-osak. A Vasasnak már sikerült egy döntetlent összehoznia így a harmadik helyen áll. Ugye a Vasas az minden évben szeretne feljutni, amikor feljut, aztán nem marad benne az NB1-ben, így visszacsúszik az NB2-ben. Hát a Vasas szurkolók is már évek óta álmodnak arról, hogy ismételten stabil NB1-es csapatuk legyen. És az Ugló is jól kezdett, a BVSC 2 győzelem, 1 döntetlen, nekik is 7 pontjuk van. És az említett 4 csapat mögött a Békés Csaba az 5. helyen. Mögötte a Kozár Mistreny pedig szintén 5 ponttal a 6. helyen áll. Ez lehetett volna másképp is, de a Békés Csaba az utolsó percben, ahogy mondtam, az első fordulóban gólt kapott a Mistreny ellen idegenben. Uram! Csató! Osztabány! Szabó. Mikló. Kövesdi játékosok egyébként a cserék 2 ütemben kezdtek el melegíteni. Most a második 5 ember indult meg. Ez a száraz idő, nagy meleg, ahogy látszik, a pályának sem tett jót, de a játékosoknak sem. Azért 30 fok alatt kellemesebb futballozni. Székus. Békés Csaba és szabadrúgása a 29. percben. Tóth adja be a hosszú oldalra, visszafejelt a labda Kuzma, majd pedig a mezőkövesdiek fejéről vágódik tovább a labda, és Kórodi lő fölé 8 méterről. Hát ez volt az eddig legnagyobb helyzet a csabaiaknál. A 28. percben írhatjuk fel ezt, meg is jön a csabai szurkolók hangja. Kövesdi védőnek kell visszasprintelni a labdáért.
Cibla. Cibla. Szépen cselez befelé, 16-oson belőle, és Uramnak kell bal kézzel fölé tolni a labdát. Jöhet a második mezőkövesdi szöglet a 29. percben. Cserik szöglete. Csató fejéli ki. Cibla. Tisztán visszaivéli a labdát. Cseri ezt kerül ide a jobb oldalra. A beadása pedig hosszú. Csabai kirúgás. Csató hosszan előre. A mezőkövesd a Szent Lőrinc elleni 3-1-es vereség alkalmával is 4-4-2-es felállásban játszott, mint ahogy most. A Békés Csaba is maradt a 3-5-2-es felállásnál a soroksári 0-0-es döntetlen követően. Közben Mikló beadja, Winter jön ki a kapujából, ugye korábban védett Békés Csabán, még Preisinger Sándor idejében. Azt az időszakot a legtöbb csabai szurkoló inkább elfelejteni, hiszen nem szerepelt jól a csapat. Akkoriban az előre próbálkozott Schindler Szabolcs, Pejzinger Sándorral, Brülás Gáborral is, de és a végén még Pásztor József is beugrott megmentőként, de egyik trénerrel sem sikerült bennmaradni. Szabó. Mikló ezúttal a jobb oldalon. Szabó Cserivel szemben, Cseri szerez labdát. Játékvezető szerint szabálytalanul. A 32. percben járunk. Mire az előre elvégzi a szabadrugást, már a 36. percbe is átlépünk majd. Ez inkább Tóth Máté szöge lesz. De Szabó is ott van, de ott is hagyja Tóthnak a labdát. A csabaiak belső védői is előre húzódtak. Játékvezető engedélyt ad. Tóth szabadrugása után megszerzi a vezetést a Békés Csaba, miután Kóródi Nándor érkezett pontosan az 5 méteresnél, és közelről lövi be a labdát. Aki az első gólját szerzi az idei szezonban. A Békés Csaba volt kezdeményezőbb, eddig kontrollálta a mérkőzést, amely a szabadrugást követően góllá érett.
Koródi a Békés Csabai 5. gólját szerezi az idei bajnokságban. Wolend, Kővári és Pintér után ő a 4. csabai gólszerző idén. Winter. Uram. Uram továbbra is a vasas játékosa, de kölcsönben szerepel Békés Csabán. Mikló nagy csele. Túltolta a labdát, a Kövesdék visszaszerzik is, kivágják a labdát. Csató. Tóth. Cékus. Elpasszolja. Jöhet a vendégakció. Posztobányi távolról próbálkozik, de egyrészt nem is volt elég erőben a lövésben, másrészt uram, ezt az ötös vissza is érte kapujába. Csató. Bora. Négy szezont játszott Békés Csabán. Bányai. Cserének sarokkal. És jócskán fölé száll labda. Nem is Cseri volt, hanem az Bartusz Dániel a vendégek másik csatára. Cékus szabálytalan a vendégjátékossal szemben. Tóth Mihály a mérkőzés előtt elmondta, hogy ezen a héten igyekeztek megerősíteni és gyakorolni azokat a játékelemeket, amelyek az előző mérkőzéseken jól működtek. Azt súlykolták a játékosokba, hogy győzni kell, mert a 3 meccse megszerzett 1 pont az nagyon kevés. Bányai. Egyelőre nem állnak jól e tekintetben, de hosszú még a mérkőzés. Csató fejeli ki a labdát. Vicián. Mikló. Vicián. Inkább befelé hozza. Jobb oldalon is kérnék. Cékus távolról ő. Lettek volna jobb megoldások is, de kicsit elkapkodták ezt a csabaiak most.
Tóth azt is elmondta, hogy a Csabaiak erőssége az, hogy már tavaly is ebben a felállásban játszottak, így bőven volt idő ezt begyakorolni. Mehet tovább. Bányai. Cseri vissza Bányai irányába, de belelépett az egyik csabai védő. Csató Sándor azt emelte ki, hogy véleménye szerint jól kezdték a bajnokságot, de az első meccsel a Kozár Micheleni döntetlennel kapcsolatban van még némi hiányérzetük. Elmondta, hogy a soroksári meccsen ugyan szerencséjük volt, de ettől függetlenül ott is a kezükben volt a sorsuk. A folytatásban pedig mindenképpen kiemelt figyelmet kell szentelniük a védekezésre, hiszen soroksári is sok volt a ellenfélnek olyan beadása, amiből helyzetet tudott kialakítani. Egyelőre ez ezen a mérkőzéssel sikerül. Cékus. Viciák lemarad a labdáról. Hozzáér, de nem tudott bár kellőképpen beleérni. Marad az 1-0. Kuzma szabadít fel. Közben a csabai cserék is melegítenek. Kövesdék visszaültek a kispadra. Cibla beadja a labdát. Bosszatja kifelé a Békés Csaba. Tóth. Cékus. Mikló előre. Vicián felé. Zvekánovval szemben. Akinek sikerül felszabadítani. Újabb csel. Kovács. Tóth. Csató. Kóródi. Kapura fordul. Próbálja kicserezni a mezőkövesd védőket. Sikerül Kóródi szólója. És kis hián kihagyja ezt a helyzetet. 43. percben szép volt Kóródi megindulása. A befejezés már nem volt az, de kisorodott helyzetből nem volt egyszerű kapura lőni. Cseri. Vajda. Bartusz.
Mehet tovább, Posztobányi próbál labdát szerezni. Bora és Kóró, de egymással szemben. Tavaly ez még az edzéseken is megtörtént. Zvekanov haladástól érkezett nyáron. Csirmaz. Újra nála. Zvekanov. Varjas. Cseri. Bányai mellel leszi át. Bartusz teszi hozzá vissza. Bányai fejjel maga elé, befelé éveli a labdát, Posztobányi. Csató volt jó helyen, nem engedte, hogy kapura fejjelje a vendég középpályás. Marjas alászalad a labdának, Cékus, Kóródi. Bora minden rutinjával próbálta Kóródit megállítani. A rendes játékidő utolsó percében járunk az első félidőben. A negyedik játékvezető már készül a hosszabbítás felmutatására. Kóródi. A Békés Csaba ellen fújja a játékvezető. Mezőkövesdő szabadrugás, 2 perc a ráadás az első fél időben. Cseri végzi el a szabadrugást, Bora irányába a labda. Vicián hátáról pattan ki a labda, Tóth nem tudja megszerezni, ez a szemben Cibla adja be a labdát. Kovács fejeli ki. Mikló veszi át a bal oldalon. Felborítja Zvekanov. A játékvezető a második szabálytalanságot már lefújja. Kontrával jöhetett volna Békés Csaba, de a mezőkövesdiek megakasztották ezt a támadást. Uram, íveli előre Kóródi irányába. Kóródi visszakerül azzal a labda. Nem tud lőni tovább, passzolna Cékus irányába. Kóródi. Szabadrugás kifelé. Csirmaz, Tóth, játékvezető, Jakab Árpád lefújja, szerinte Tóth volt szabálytalan. Az 1986-os születésű játékvezető egyébként legutóbb a Békés Csabának 2023. április 26-án a szombathelyi haladás ellen vezetett mérkőzést a Békés Csabának, ahol az előre 2-1-es vereséget szenvedett. A mezőkövesdő első csapatának pedig jó régen, 2016. március 19-én szintén az NB2-ben vezetett mérkőzést, a Szolnok ellen idegenben 1-0-ra megnyert találkozót. Egyébként eddigi pályafutás során 984 sárgalapot és 66 piros lapot osztott ki. Csirmaz az ápolást követően már jelentkezés vissza a játékra. Ez majd csak Cseri szabadrugását követően történhet meg. A játékvezető pedig lefújja az első félidőt,
Kórodin Nándor góljával 1-0-ra vezet a Békés Csaba. Egyelőre kontrollálta itt az első fél időt. De a mezőkövesdek is akadtak helyzetei. Nem sokára jövünk majd a folytatással. Kórodin Nándor a 33. percében megszerzett góljával a Békés Csaba veszte a mezőkövesd ellen a labdarúgó MB2 negyedik fordulójában. A csabaiak kezdték el a második játékrészt. A szünetben nem történt változás egyik csapatnál, sem maradt az eredeti kezdő. Csabai akció rögtön itt a pálya jobb oldalán. De a kövesd megszerezi a labdát. A mérkőzés elejéhez képest most már kellemesebb az időjárás. Nem mindig 30 fok felett van. Bora. Egy Zvekánov tette át a jobb oldalra. Cibla kap labdát elől, de kimegy a lábáról. Cserivel szemben szabálytalanság. Zvekánov. Cseri. Vajda. Cseri. Kovács hamarabb odaért. Mikló előre, Vicián. Tóth. Kővári. A 277-es egymással szemben. Vajda szabálytalanul állította meg Kővárit. Sárga lapot egyelőre még senki nem kapott ezen a mérkőzésen. Játékvezető felrajzolja a sorfal helyét. Négy tagú fal mögött Cseri megbújva. A lapos szabadrugást azzal igyekeznek kizárni, hogy Cseri lefeküdt a sorfal mögé. A
Tóthnak ez egy jó szög. Rá is rúgja, de fölé száll a labda. Csató elégedetlen egyébként, vezetőedző ezzel a szabadrugással. Többert vált a vezetőedző. Vajda. Bora. Csató és Cibla. Harmadik szöglet a mérkőzésen. Egyelőre csak a Mezőkövesd végzett el a sarokrugást. Ezúttal nem Cseri végzi el. És ráadásul ebből meg is van az egyenlítő találat. Varja Zoltán fejelte be a labdát a szögletet követően. És sarokrugót váltotta a Mezőkövesd. A húzás pedig bejött. Sikerült úgy beívelni a labdát, hogy a csabai a védők ne tudjanak reagálni a felugró belső védőre. 51. percben jött az egyenlítés. Kezdődhet minden előről. És azt nézzük, egész jól kihasználta eddig a szögleteit a Mezőkövesd. Hiszen 3-ból egy pögol született. Csató fejeli vissza. Cibla, Csató. Rossz volt ez a bedobás a Mezőkövesdűhet. Cseri a labdával. A passzát lefülelték, de jogosan kap szabad rúgást, hiszen húzták a mezét a vendég középpályásnak. Jó, több mint 20 méterről járhat ez a szabad rúgás. Csirmaz készül ellőni, de Cseri Tamás is ott van. Háromtagú Békés Csabai sorfal. Csirmaz lő távolról, Uram pedig fogja. Kellett a kapus, jó volt ez a labda helyezve. 1-1 továbbra is, 55. percben járunk. Az első sárgalap a mérkőzésen. Posztabányi Patrik kapja.
Viciánnal szemben volt szabálytalan. Kuzma. Kővári. Lecsúszik a lábára a labda. Az első fél időben sokkal jobban játszott a Békés Csaba. Most a mezőkövesdiek igyekeznek kontrollálni a játékot. Góljuk már van, nekik jót tett ez a szünet. A Békés Csaba pedig kicsit bemaradt az öltözőben. Hamarosan változtat is Csató Sándor, a három játékos áll majd be hazai oldalon. Csirmaz, Cibla. Egy negyedik szöglet. Ezúttal is Cibla áll oda a labda mögé, mint az előző alkalommal, ami után egyenlítette a mezőkövest. Talán most a csabaiak extrán figyelnek majd Farjasra bent középen. Egyelőre nem jut minden ember a csabaiaknál, és majdnem közel állt a vezetés megszerzéséhez a mezőkövest. Kirúgás. Gyorsan indít. Uram. Kóródi elől. Majd szabálytalanul állítják meg. Nézzük ezt a csabai szabadrugást a bal oldalról. Csirmaz. Csabai a kezezést reklamálnak. NB2-ben sincs videóbíró, így ebből már nem lesz büntető. De közel állt a játékvezető. Mikló. Honnan jól láthatta. Kóródi. Cseri. Jöhet a hármas csere. Tóth Máté elhagyja a pályát. Helyette Szatmári István. Kóródi Nándor helyére jön majd Zádori Krisztián, tehát a gólszerző is elhagyja a pályát. Valamint majd Gyenti Kristóf a harmadik csere. Aki majd Mikló helyére áll be a bal oldalon. Hát egyelőre Csató a két legaktívabb játékosát hozza le a pályáról. Kóródit és Miklót. Érzés szerint elfáradhatott a két labdarúgó. Kirúgás.
Uram gyorsan elvégzi a kirúgást. Cékus. Gyenti. Beadja Zádori felé, aki lemarad róla. Viciál második hullámban érkezik, de róla megy ki a labda. Utána vendégvédő rárúgja a labdát. Ez egy jó megoldás volt a részéről. Bányai, Kovács vett el tőle a labdát, de vissza kerül a Kövesdiekhez a labda. Gyenti Kristóf egyébként tavaly a feljutó Nyíregyházában 4 mérkőzésen is pályára léphetett, közben a csabai cserék kapnak tapsot itt a lelátó mellett. Gyenti korábban játszott a Fehérvár csapatában is, ahol az utánpótlásban és a második csapatban lépett pályára. Egyébként debreceni nevelésű 18-as szendős szélső, aki ezúttal ebben az idényben már Békés Csabán bizonyíthatja rátermettségét. Zádori, a tavalyi leggólerősebb csabai játékos, vagy Cékus. Szatmári ballábbal tekeri rá, de fölé száll a labda a 62. percben. Gyenti. Bartusz távolról ő fölé száll. 63. perc. Mutatják neki a társak, hogy miért nem passzolt. Közben a két szurkolótábor egymást szórakoztatja. Gyenti. Szatmári adja be, Cékus, és a felső részről jön ki a labda, majd az ismétlés félolós mozdulattal. Marad az 1-1-es állás, közel állt a Békés Csaba. Zádori kanalazta rá egyébként a labdát, közel állt a Csaba a vezetés újbóli megszerzéséhez. Nagy helyzetek voltak ezek. Kővári került át egyébként bal oldalra, közben egy gyors ismétlés Szatmári. Cékus, Kővári, Szabó üresen maradt. Gyenti jobb oldalon. Kicselezi Posztobányit. Gyenti adja be. Mezőkövesdék jöhetnek. Pontatlan ez az előre ívelt labda. Szatmári. Zekánov jöhet.
3. Kövesd jött Csabai, ez egy jó passz. Nagy lehetőséget hagyott ki Cibla, uram fogja, nem volt elég erő ebben a lövésben. Pedig kihasználhatta volna a Csabaiak védelmi hibáját a 65. percben. Gyors ellentámadás a másik oldalon. Zádori befelé. Nincs 11-es. Kövesdi kirúgás. Megélénkültek a csapatok itt az utolsó fél órára. Genti. Bora hazafejeli. Hamaros jönnek az első mezőkövesdi cserék is. Cibla Flórián cserezi ki a csabaiakat. Bányai. Fölé lövi, ahelyett, hogy beadta volna a labdát a 67. percben. És akkor hamarosan csere, Harsány István és Kálai Kevin érkezik majd. A játékvezető engedélyt ad a cserére, miközben az egyik kövesdi játékost kell ápolni. Harsány egyébként a Pécsről érkezett, sőt a játékvezető elrendelte az ivószünetet. Szóval a mezőkövesdi csapatból 11 külföldi játékos távozott, köztük Stefan Dražić, Ilija Periasvili, Ricardo Piscitelli, David Babuszki, Andrej Lukic, Lukasz Hedlund, Krisztián Gomis, Alexandru Kárnyicki, Márko Brután, Zsajró Sampaero és Pillár Robert, aki ugye szlovák játékos, hát köztük jó néhány játékos, például Dražić és Piscitelli is emlékezetes teljesítményeket hagyhat maga mögött, vagy éppen Kárnyicki is alapembernek számított. A magyarok közül Bőle Lukács, Kovácsik Ádám, Ugrai Roland, válogatott játékosok, Nagy Gergő, Szolgai Máté, Szilágyi Szabolcs, Szivacski Donát távozott, valamint Kócs Vasbrún, Erik és Márkus Attila is. Érkezők bőven vannak, Harsányi István Pécsről, Csirmaz István kölcsönből vissza a DVTK-tól, Bartusz Dániel Tiszaújvárosról, Zahán Péter Veszprémből, Bányai Péter az Iváncsától, Krausz Raúl Pécsről, Ványa Zvekánova haladástól, Decki Máté Hódmezővásárhelyről, Nagy Roland a DVC2-től, Varja Zoltán Siófokról, Jocsó Dávid Salgó Tarjáról, Bodnár Attila 60-ból, Jova Bálint Gyirmótról, Inácsi Milán, ő felkerült a felnőtt csapathoz, Winter Dániel korábban Siófokon játszott, Posztbányi Patrik is Siófokon játszott, Bora pedig Békés Csabán, tehát rengeteg játékos érkezett. Egy Csirmaz elhagyta a pályát. Cibla Flórián sem folytatja, valamint Bányai Péter is lejött a pályáról. Dr. Zsolt, Harsány István és Kálai Kevin áll be. Közben csabai helyzetek, Szatmári passzol oda Cégus az, aki fölé lövi 18 méterről. A 70. perc, 20 perc van hátra, de
az ivószünet és a játék megszakítások miatt. 4-5 perces hosszabbítás kinéz egyelőre a mérkőzés végén. Két együttes legutóbb 9 évvel ezelőtt játszott egymással. 2015. március 16-án találkozta a tét meccsen. Akkor 2-1 arányban a Békés Csaba legyőzte a Mezőkövesdet itt hazai pályán. Most 1-1 a találkozó állása. Kiegyenlített a csapatok mérlege. 4-4 győzelem. 1-1 vereség, és két döntetlen egymás ellen. Kovács adja haza. És vannak statisztikák is az idei szezonból. A gólok számát tekintve most már 5-2 az arány a két csapat között. Sárga lapok tekintetében pedig 9-10. A szögletek mai találkozó után 13-16, a csabaiak nem növelték egyelőre a 13 szögletet. A nagy helyzet után Kovács szabadít fel. A csabaiak reklamálnak, miután egy jenti maradt lenne a földön. Csatót a negyedik játékvezető nyugtatja. Figyelni kell a csabai mesternek, hiszen jó esetben előbb csak sárga lapot kaphat, aztán vannak a játékvezetők, akik inkább felküldik a lelátóra, a reklamáló vezetőedzőket. Ötödik kövesdi szöglet. Ebből most nem sikerült egyből helyzetet kialakítani, sőt felszabadít a Békés Csaba. Uram kirúgása. Bora. Kuzma. Hazafejeli. Inkább kidobja Uram a labdát. Hozhatja fel a labdát a Békés Csaba. De a kövesdek nem hagyják. Gyors bedobás Cékus felé, mellel leveszi. Kővári. Zárdori tovább csúsztatja fejjel. Ha Szatmári elveszíti. Posztobányi. Ez egy jó kövesdi akció. Harsányi kapja középen a labdát, és megszerzi a vezetést a Borsodabony Zemplén megyei csapat. A Békés Csaba lemaradt erről a labdáról. És az második fél időben számtalan helyzetet kialakító Mezőkövesd ezt a helyzetét is értékesíti. A csabaiaknál is ugye voltak helyzetek, de kimaradtak. A 75. percben született a vezetőgól megszerzése. Tóth Mihály vezetőedző pedig
sárga lapot kap. Az ünneplés után. De a mezőkövesdnek nagyon kellene ez a győzelem, hiszen azzal elindulhatna felfelé a tabellán. Jó volt a csere. Jó húzást. Volt, jó húzás volt ez Tóth Mihálytól. Cató Martin a biztosabbat választotta. Tóth Mihály játékosként, csatárként játszott. 2001-ben a Ferencvárossal magyar bajnok lett, 1996-ban a Honvéddel, 2005-ben a Sopronnal nyert magyar kupát, és játszott 97-98-ban a belga Ekeren csapatában, 98-99-ben a francia Metzet erősítette, 2005-2007 között pedig a norvéd Fredrikstad csapatában játszott, amelyel 2006-ban norvég kupát nyert. Egyszer pedig játszott a válogatottban is, 2004-ben 82 percet Japán ellen. Újabb csere a kövesdieknél. Cseri helyén továbbiabban Kraus Raúl. A Csabajatnál pedig Hodonyicki és Sárvány érkezett. Cékus és Csató helyére. Csató látszott már, hogy elfáradt. Sárvány. Bara jól is van, és Sárvány Kristófot kikísérte őt is, a labdát is. Kövesdi kapus előre küld mindenkit. Csabaiaknál egyébként már az összes csere elfogyott. Nem tud már majd változtatni továbbiabban a Csató. Hát az első fél időben, ha pontosabb a Csaba, akkor eldönthette volna a meccset. A második fél időben a Kövesd kezdett jobban, aztán volt lehetőség a vezetés megszerzésére, de a védelmi hibát kihasználták a kövesdiek. Azóta pedig inkább a mezőkövesben lehet több erőt érezni, itt a hajrában. Uram. Szabó. Odinickinak hosszú ez a passz. Vajda inkább kikísérte a labdát. Ő lett a vendégek csapatkapitánya.
Szatmári. Sármány. Perc fátra rendes játékidőből. Mezőkövesdi vezetésnél. Bora. Podolicki. Sármány, labdát szerez a csabai csatár, de nem sikerül az egyenlítés. A gól van arról a mentés. A Vajdától. Sőt, Kálai Kevin volt az, aki jól lépett hátra. Ezt a védelmi hibát nem tudta a Csaba kihasználni. Zádori, pontatlan a visszapassz. Podunicki. Kővári. Nem volt már tere beadni. Inkább kirúgta a labdát, ezzel is fennmaradva. Harsányi. Kovácske fejeli ki. Pajda. Harsányi. Doktor Zsolt. Harsány, Vajda. Bora. Winterhez hátra. Kovács. Les. Mehetett volna tovább a játék, hiszen a Csabajaknál volt a labda. Kuzma. Kovács. Kővári. Bora. Vicián. Genti. Csatú lecserélését követően Vicián lépett hátra a védelembe. Gyorsan elvégzett Csabai szabadrúgás. Kővári. Szatmári.
Eladott labda. Bartusz. Kisoródott helyzetből. Próbálkozott. Újra ápolni kell az egyik mezőkövesdi játékost. Nyilván ez nem tetszik a hazai publikumnak. Békés Csaba a következő fordulóban augusztus 25-én Csákvárra látogat, majd szeptember 1-én a BVSC Zuglót fogadja a hazai pályán. Mezőkövesd a Szegeddel játszik hazai pályán 26-án, majd szeptember 1-én a Honvéd ellen idegenben. A két csapat visszavágója majd március másodikán lesz jelenállás szerint. Szatpári. Kővári. Szatpári távolról lő. Nem sikerül eltalálni a kaput. 89. percben. Zahán Péter is beállhat Posztabányi Patrik helyére. Kuzma. Hajda. Újra nála, egy jó, szép cselt mutat be, hát a hosszú oldalra, Ludnickiról. És ő ért hozzá, de már vonalon kívül. Szatmári. Borafa éri el a labdát. Hodunicki. Szatmári. Gyenti. Szatmári. Gyenti, közelről óriási védés Winter Dánieltől a 90. percben.
Közel állt az első Csabai góljának megszerzéséhez a fiatal szélső. Békés Csabai szabadrugás, és 5 perc van hátra még a mérkőzésből, hiszen ennyi a hosszabbítás. Játékvezető engedélyt ad a szabadrugás elvégzéséhez, Szatmár íveli befelé. Mellé megy a labda. És kettő mezőkövesd is. Lemarad a földön. Nyilván ezt a játékvezető majd beleszámolja a hosszabbításba. Ez a Hámel dobása. Sármány. Kuzma. Pora. Genti. Az utolsó Csabai lehetőség lehet a két labda is a pályán. Húzva. Hát a hosszú oldalra. Zádori lemaradt a földön. Podolicki megállítják szabályosan. Itt Húzva szabálytalan.
Harsányi a gólszerző, maradt fenn a földön. Engedély megadva a szabadrugás elvégzéséhez. Még mehet tovább. Uram, ezt fel fogja ívelni. Podunicki. Ezt Winter maga biztosan fogja. A játékvezető pedig lefújja a mérkőzést. A Békés Csaba nyert helyzetből elveszíti ezt a találkozót, hiszen az első fél időben Kórodi Nándor góljával megszerezte a vezetést, de aztán a második fél idő elején egy szögletet követően Varjas fejelt a kapuba, majd egy védelmi hibát kihasználva a csereként beálló Harsány István közelről lőtt a hálóba, és ezzel 2-1-re a Mezőkövest megnyeri a találkozót, a negyedik idei NB2-es mérkőzést. A Békés Csaba az első vereségét szenvedett a szezonban, az egy győzelem és két döntetlen után. Én most ezzel búcsúzom, Békés Csaba Mezőkövest 1-2. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra, viszontlátásra.